Azt mondtam, nem videózok, de ma megyek hazafelé, késő van. Későn mennyi lehet, 17:30. És látom, hogy valami itt villog. Mondom, már be kell, hogy kapcsoljam. Bármi történt, ez valahol legközelebb a tűzoltósághoz, mert ahogy a lámpán átmegyünk itt jobbra, ott van a tűzoltóság. Szóval, majdnem, hogy csak át tudtak volna szaladni ide a tűzoltóautóval, de a mentő is itt villog, úgyhogy lehet, hogy valami más probléma van. Mindjárt meglátjuk. Nem látni semmit. Kocsik nincsenek összetörve. Egy valaki ütött a járdán, lehet, hogy valaki rosszul lett, csak annyi az egész. De tényleg a tűzoltóság itt van a másik oldalon. És gyönyörű idő van, gyönyörű idő van. Itt van egy templom. Jobbra házak, balra meg vannak ilyen nagyobb telketek, már úgy, hogy házak és nagyobb telkek. Még nem mondtam le az új házról, nézegetünk, még nincs vége a dolognak, de most vannak más problémák. Itt meg mintha már kint lennénk a farmon, ott vannak a tehenek, legelnek. Közben nehogy valakit meg elüssünk itten, biciklist itt például, tekeri hazafelé. Na itt van egy, mi ez? Merci eladó, úgy látom, ja. Merci cabriolet, vagy cabriolet, vagy hogy mondják? Ennyit ott. Na jó van gyerekek, mielőtt valakivel belemászok itt. Elnézést, de elfelejtettem lemosni az ablakot, mielőtt rátettem a kamerát. Elnézést. Na, talán így tisztább. 32 fok van, ég a beton. Nem is tudom mi van, július 18-19, valahogy úgy van máma. 17. És a nyüzsi megindult. Nem tudom, hogy mi lehet itt, vagy miért van ez, de ilyen csigalépésben megyünk csak. Gondolom itt a highway-n van valami probléma, mert itt látom mind a két sáv nagyon áll majdnem csak. Úgyhogy itt mi ki akartunk menni úgy is, szóval itten kicsurgunk. Szóval eldöntöttem, hogy megveszem a kamerát, de még mindig nem tudom, hogy a GoPro 6 Silver, or Black, or whatever, hogy azt vegyem, vagy a Sony-t, még mindig nem tudom. De majd eldöntöm, úgyhogy lesz új kamera, és azt is majd megnézem, hogy meg tudom-e venni Amazon.com, azon keresztül, vagy itt a Best Buy, vagy átmenjünk a határon, de hát a kanadai dollár az nem is tudom mennyi, 1.30 vagy 1.35-öt kell fizetni egy amerikai érszó. Nem tudom, hogy megéri-e, de majd eldöntsük előbb-utóbb. És az is lehet, hogy megyek Magyarországra. Ez csak így ilyen hirtelen jött, van egy kis probléma. Úgyhogy az is lehetséges, hogy onnan is lesz valami videó. Majd meglátom, hogy mi lesz, el kell dönteni ezek a dolgokat hamarosan. Pont jön is a Lufthansa ott fönt. De hát ezt nem fogjátok látni, bár lehet, hogy lehet látni. Mennyi van most? 14.50? Ja, ez ilyenkor jön 14:30 felé van valahogy. És ezek még mindig nyomatják a 747-es, a Boeing, a 4 motorost, Boeing 747, a Lufthansa szépen csurog befelé itt fölöttünk.
közben azért jó lenne figyelni, ám hogy mi van az utakon is. Így ne. Itt már nagyon közel van a repülőtér, pár perc. Szóval lehet, hogy az újabb videó már az új kamerával lesz. Majd kitalálom most hétvégén, hogy hogy lesz, mi lesz. Jó reggelt mindenkinek! Még ez a régi kamerával van, amit meg is hagyok, azt hiszem, de az új megvétele folyamatban van. És péntek reggel. Az egyes főút, vagy autópálya, vagy mi ez. Nagyon keményen megyünk. Olyan megállunk, meg 5-tel, 10-zel megyünk, aztán még megyünk talán 20-tal is, aztán megint megállunk. 1, 2, 3, 4 sáv, 5 sáv, mikor, hogyan. De nem hallottam, hogy valami lenne a rádión. Következőnél mi is kimegyünk szerencsére. Következő exitnél. Megy a helyezkedés, mindenki jön jobbra, balra, aztán vissza, aztán megint jobbra, úgyhogy megy a buli. Csak gondoltam, hogy rajta hagyom. Mi is kimegyünk a jobb oldali sávba, ha lehet majd, amikor valahogy beengednek itt. Azt hiszem, hogy ezután jók is vagyunk. De a BMW-be meg nehogy belemásszunk. Meg az a baj, hogy azt hiszem a másik sáv bejön ide. Na mindegy, ez van. Valahogy kibírjuk. A múltkor elfelejtettem még ezt, tényleg el kell, hogy mondjam hirtelen, amikor hogy volt egy videó, hogy milyen YouTube-osok vannak külföldön, majdnem minden országban, mindenféle különböző dolgokról. És az egyiket elfelejtettem megemlíteni, de hát már láttam, hogy szó volt róla, többen beszélgetnek róla. Ez pedig a Kelemen András, aki csinált, járt egy Volvo truckkal Amerikába és csinált videókat. Na, itt a rendőrbácsi, ez miatt van az egész? Vagy mi van itt? Mi a túró? Nem hagyod a forgalmat? Megállítasz itt mindenkit? Az anyád. Na mindegy, és hirtelen megszűntek a videók. De aztán látom, hogy a többi videók, akik ezzel kapcsolatban csinálnak otthon, meg kamionosok. Volt egy... Nem is tudom, hogy ki csinált egy videót róla, hogy mi történt Kelemen Andrással, hogy valamelyikben volt szóra, hogy valaki följelentette, vagyis hát nem följelentette, hanem a céghez küldött valamilyen e-mailt, és akkor na itt van, hogy lerobbant egy kocsi, és hogy akkor voltak a problémák, és gondolom a cég mondta neki, hogy vagy leveszi mindet, vagy nem hiszem, hogy el akarták bocsájtani, na mindegy. De hát ilyen dolgok is vannak ugye ezzel a videózással kapcsolatban. Úgyhogy én azért nem is nagyon a céggel kapcsolatban, nem is csinálok nagyon többet, meg magánéletemmel kapcsolatban is inkább az az én életem. Ez csak azért van, hogy az itteni dolgokat az utakon, Kanadában, ami vannak, ami az itteni életben talán mások, ami az itteni üzletek talán mások, az utakon, amik kicsit mások, lehet látni, hogy hogy mennek a versenyzők. Meg ilyesmik. Élő majd biztos, hogy lesz, előbb-utóbb azt is majd egyszer csinálunk egy élőt. De én nem akarom így az úton csinálni, mert az veszélyes. Olvasni közben, videózni közben, hogy mit mondanak kommenteket, meg én olyasmiben nem vagyok benne. De ez a Kelemen András az érdekes volt, és letiltotta az összes videóit, úgy néz ki. Szomorú dolog.
Megérkeztünk ide a Skytrain, mert itt fönt, ez itt Burnaby, úgy hívják, és nagyon ritkán jövök erre, de azt hiszem, hogy nem is jövök mostanában. Építkezések vannak, marha nagy jelzéket csinálnak, high-rise-okat, nem tudom mennyi, a 30 emeleteseket jönnek egyik a másik után, és itt is megállt a forgalom, teljes dugó van itten a kereszteződésben, de körülbelül a 5. lámpára, ha elmegyünk, nem hiszem, hogy ezen, majd gondolom a következőn. Ott meg útszűkület van, hát még beférünk is. Nem várjuk meg a következő lámpát. Mi van itt? Meg körülnézünk, ráérünk, úgy látom. Balra van egy ilyen Chevrolet dealership. Kint vannak a Chevy-k, meg a GMC, meg egy-két Cadillac is van, úgy látom. Skytrain itt áll meg fölöttünk. Itt jobbra még egy toronyház, mögötte még egy. Úgyhogy nyomják a fiúk mindenkit, úgy látom. Szemetes kocsi, a Waste Control. Az is az egyik, én nekem a kliensem. És megálltunk a dugóba. Nem megyünk sehová. Ez a Vancouver, Burnaby, meg az egész nagyon nagy város kezd lenni. Egyre jobban úgy látom, hogy el kell húzni innen a csíkot valahova, vidékre. Erre nem jártam egy 6 hónapja vagy egy éve, de hát úgy látom, itt kemény a helyzet. Visszamegyünk egy sávra, vagy mi van itten ez a nyüzsi? Na mindegy, most már kivárom. Még egy lámpa, aztán elmegyünk mi is balra. Legalább látjátok, hogy milyen itt a idegnyugtató, a városi forgalom. Gondolom Pesten se különböző. A nagy Budapest. Még valahogy Pestről mindig az jut eszembe, ahányszor megyek olyan valahogy, a levegő olyan nagyon, nem akarom mondani, hogy büdös, de olyan más valahogy, nem is tudom. Itt még egyelőre a levegő elég tiszta, de hát nem tudom meddig, ilyen forgalom mellett. VB-ről egy-két szót, hát ugye akartuk mindenki, gondolom, hogy a horvátok azért bejutottak, ez egy nagy szó, de jó lett volna, ha nyertek volna, az meg egy nagyon óriási lett volna, de így is jó volt. Franciák kicsit szerencsések voltak, hogy a horvátok a öngól meg a penaltikik, hogy volt szó. De hát ennek is vége van. Na, megyünk, ezt beengedjük. Mennyi bubikán, beengedlek, még téged, aztán már többet nem. Jó van, legalább megköszönte, nagyon ritka itten. Nagyon ritka. Na, itt jobbra megint csak nyomhatják a fiúk. Nyomják a betont, úgy látom itten. Na, be is sárgultunk, pirosodtunk, ez igen, nem sokáig tart a lámpa. Mennyi a gáz? 1,52, ez igen? 1,53, annak is megy fel az ára. És viszik a Lambert a deszkákat. Mi van itt balra? Nem sok, itt is csak high-rise-ok vannak. Coca-Cola-s truck ilyen. Öreg Freightliner. Népek mennek szembe. Lehet abból is látni, hogy mennyire keveredett a nép. Egyre jobban.
Türelem, türelem, türelem. Hogy megyek a türelem rózsát terem, vagy valami ilyesmi. De néha elfogy a türelem, kicsit néha sok ez a nyüzsi az utakon, déjjel, nappal, reggel, mindegy, hova mész, merre mész, mindenhol tele van. Na jó, van még egy lámpa, azt mi is húzzuk a csíkot balra. Úgyhogy itt is maradunk. Na mi van, Mazda, mész, vagy telefonálsz, vagy rendezi az ülést valamit nagyon a csaj. Nagyon el van foglalva. Még egy lámpa. Na már mindenhol lámpát tettek, itt régen nem is volt. Mi van itt balra, egy Honda dealer. Staples jobbra, ez ilyen, hogy mondják, ilyen papírokat, meg ilyesmiket, ilyen office supply valami ez. Szép virágok vannak itt balra, ezek a különböző színűek. Na, balra húzzuk a csíkot itt.